Karácsony Budakeszin, kedves képviselőasszony, az ön háta mögött kirakodó vásárszerű dolog van. Mi történik itt? Szeretettel várunk mindenkit Budakeszin a művelődési központban. Karácsony van, karácsony előtti várakozás, advent ideje van, karácsonyi vásárokat szerveznek mindenhol az országban. Hát az idő kicsit szomorkás, de annál nagyobb a lelkesedés, amit itt tapasztalunk a művelődési háznak az udvarán. Kirakodó vásár, kézműves vásár, nagyon sok finomság forradból várja az ide látogatókat. Itt a sarokban a hátam mögött egy jótékonysági akció van. Különböző árukat lehet kapni, nagyon kedvező áron, 500 forinttól 1500-2000 forintig minőségtől függően. Én nagyon sokan vásároltak eddig is, és a befolyt bevételt pedig jótékonysági célra fordítjuk minden évben. Azt lehet tudni, hogy pontosabban mire? Most igazából a közbiztonságra szeretnénk támogatni. Ha sikerül a rendszámfelismerő kamerarendszert Budakeszi önkormányzatának kiépíteni, akkor nagyibben hozzájárulunk mi is nagyobb összeggel. Remélem, hogy lesz belőle valami, mert nagyon szeretnénk, hogy a bejövő forgalmat, ami Budakeszin keresztül megy, a főútvonalon, a Telki úton, Budaörsi úton és a Pátyi útról egy két kamerás rendszámfelismerő rendszerrel látnánk el. Nagyon nagy ívben javítaná a közbiztonságot Budakeszin és a rendőrség munkáját, és ehhez szeretnénk hozzájárulni. Tavaly az egészségházhoz járultunk hozzá egy készülékhez 100-150 ezer forint értékben. Ez a kamerarendszer egyébként nagyon jó ötlet, és úgy tudom, hogy a szívügye is, ugye, képviselő asszony? Én nekem nagyon nagy szívügyem, de hát ez egy körülbelül egy 20 milliós projekt, és hogyha az önkormányzat egy bizonyos részét, legalább egy harmadát biztosítja, akkor a vállalkozókkal és egy külső segítséggel, támogatással, amit megígért a parlamenti képviselőnk, nagyon szeretnénk, hogyha elkészülne. Mi minden héten egyébként kint vagyunk a művelődési ház teraszán vagy udvarán a faházba, és minden délelőtt ott vagyunk az akciós áruinkkal, és a befolyt összeg ugyanúgy jótékonysági célra megy. Várjuk Önöket szeretettel!